A természetben élő apró vadállomány napjainkban nem képes olyan mértékű szaporulatra, hogy fenntartható módon biztosítsa azokat a nagyobb terítékű apró vadvadászatokat, amelyek néhány évtizeddel ezelőtt jellemzők voltak hazánkban. Ezt jellemzően az intenzív mezőgazdaság miatt kialakult élőhelyváltozás okozta. Ennek érdekében az országban néhányan apró vadtenyésztésbe kezdtek, hogy a tenyésztett állomány kibocsátásával és visszavadászásával megidézzék az említett akár több százas apró vadterítékeket, ennek a tevékenységnek a hozadékaként pedig a természetes apró vadállományról is némiképpen lekerül a vadászati nyomás. A Fonyódi székhelyű Hunnia vadgazdálkodási Kft. Is ennek a célnak szentelte tevékenységét, immár 1989 óta. A cég vadkacsa és fácán tenyésztés mellett vadásztatást is végez, ennek a két tevékenységnek a folyamatát ismertette Kanizsai Gábor, a cég tulajdonosa. A Hunnia vadgazdálkodási Kft.-nek vagyok a tulajdonosa. Ez a cég Magyarország első magán vadgazdálkodó cége volt, első magyar vadásztatást végző cég, és talán az első között volt, akik apró vadtenyésztéssel foglalkoztak ebben az országban. 1989-ben kezdtük, és 1989 óta az alaptevékenységünk között volt a vadkacsának és a fácának a tenyésztése és a vadásztatása. Komplett éves vertikumot dolgoztunk ki, úgyhogy a törzsállomány tartásától a keltetésig a napos állománynak a neveléséig mi végzünk mindent. Ez a mai napra már csak a tőkés részénél maradt így. Felhagytunk a fácának a tenyésztésével, fácánál már csak a területi utónevelést végezzük. A tőkés részénél gyakorlatilag egy körülbelül 1000-es törzsállományt szoktunk tartani évközben, és az annyit jelent, hogy 30-35 ezer darab napos tőkés részét keltetünk saját keltetőinkben. Ezt saját istállókban neveljük, és ennek a megnevelt állománynak egy részét 4 hetes korban értékesítjük magyarországi partnerek részére, vagy esetenként külföldre is, a maradék részét pedig, mint ahogy itt is látható, saját tavainkon megneveljük. Eladjuk egyébként a társaság tulajdonában lévő Hunnia vadásztársaságnak, és a Hunnia vadásztársaság végzi ezeknek a kacsáknak a vadásztatását. A mi értékesítési célunk az nem a húsnak az előállítása, hanem az értékesítési célunk az a vadászható, jó minőségű, etikusan vadászható és nehezen kézre keríthető vadnak a kitenyésztése, ami jelentősen megkülönbözteti a házi szárnyasoktól, vagy a házi vízi szárnyasnak a tenyésztésétől, az apró vadnak a tenyésztését, az az, hogy a végcél, a végtermék, az, amit értékesítésre ajánlunk, az a vadászható vad. Ez azért fontos, mert ez minőségileg jelentősen különbözik attól, amit húsra tenyésztenek állatot. Nekünk nem célunk az, hogy minél nagyobb testű állatokat tenyésszünk, inkább az a célunk ezzel szemben, hogy minél kisebb testűek legyenek, jó erős izomzatú, jó szép tollazatú madarak legyenek, hogy magasan tudjanak repülni és minél jobban hasonlítsanak ahhoz, amit a természetben található és egyre csökkenő számú apróvad biztosít. Az ágazat jövője egész Európában, talán az egész világot nem mondanám, de egész Európában nagyon problémás, csökken folyamatosan a természetes úton szaporodó vadállomány vízivadnál, ezen felül még a természetvédelmi érdekek is nehezítik a vadgazdálkodásnak a dolgát, hiszen a legtöbb korábban vadászható vízivadfaj ma már nem is vadászható, tehát egyáltalán nem ad lehetőséget. Egyébként is csökkenő számú a vízivad, mert az élőhely is eltűnik. Ennek megfelelően egy részről én pozitívan látom a jövőt, hiszen pótolnunk kell valamit, ami már nem található meg a természetben. Ugyanakkor ebben az évben jelentősen megkérdőjelezi a tevékenységünknek a későbbi jövőjét az, hogy ilyen mértékű takarmányár növekedést nem fog tudni elbírni az ágazat. Én úgy gondolom, hogy bizonyos fajta áremelést, vadászati áremelést fogunk tudni érvényesíteni hivatkozva erre a takarmány növekedésre, de ez behatárolt, nem látom azt, hogy a jövő évben hovat fogunk tudni, milyen árat fogunk tudni emelni. Nyilvánvalóan a takarmányárak már nem fognak csökkenni, ebben nem bízom.